Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Ellen RedRock YouTube csatornán. Na, hát ugye most nagyon benne vagyunk ebbe a Dodge Charger-nek az építésébe, és a szombaton találtam egy másik fajta, hát ugyanúgy Dodge Charger, de viszont ez a méretaránya, az nem tudom, hogy mekkora lehet, de viszont nagyon kicsi szerintem. És nem tudom a méretaránya, hogy mennyi, de viszont itt lehet látni, hogy tehát az összes autót, ami szerepel a filmbe, a halálos iramba, azt így össze lehet építeni, és egymás tetejére fel lehet rakni. De viszont csak ez az egy volt a boltba, tehát úgy érte, hogy ez az egy típusból volt több is Dodge Chargerből, de viszont másik fajta nem. Tehát igazából most erről is csinálok egy kis videót, és hogyha netán sikerülne az összeset összerakni egybe, akkor azért azt megmutatnám nektek. Na, de viszont itt szétszedjük, van ott egy csavar, jó. És még van hozzá útmutató is, tehát össze kell rakni, ennyi, és utána rátenni, és szerintem oda rá lehet csavarozni. És utána a következőt majd megint rá. Na, hát akkor megnézzük. Ops, ez eléggé ragad. Na nézzük. Ugye ez lesz maga az alváz. Hát vagy hoppá, várjatok, mert itt van benne kettő tenge is. Óvatosabban már, mert lehet, hogy még itt más is van benne, de nem tudom. Tehát maga fém. Tehát azért azt vegyük tisztába. Itt az elején van csavarhúzó, gumik, ilyesmik. Ez jó lenne valahogy úgy kiszedni, hogy nem akarom nagyon szét szedni, vagy csak ezt azért akartam kivenni, mert magát ezt a állványt és az autót, azt így tudjuk leszedni. És arra gondoltam, és én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez a két csavar, erre még szükség van. Mert lehet, hogy az állványhoz oda lehet fogatni, és akkor lehet, hogy ezek a csavarok kellenek majd hozzá. De ez nem biztos, ez csak én így gondolom. De majd megnézzük. Jó, mondom jó, aki jön innen, úgy, félretesszük úgy, oké, és akkor valahogy ezt széthajtom, megpróbálom úgy leszedni ezt onnan, hogy ne kelljen már. Oké, itt vannak gumik. Egy felni, még egy felni. Még két gumi, még két felni, és maga az ülés. Az ülés az műanyag. Na jó. Ja, és még ezt, ha, hát akkor nem kell a két csavar, mert ezt ezzel fogom tudni leszedni, és visszatenni oda szerintem. Ez egy hosszú csavar. Hát olyasmi. Ezt benne is hagyom, így. Láthatjátok, ez. Jó, és ez hogy fog innen? Hogy ezt még két csavarra le kell szedni, tehát nehogy érteni valaki ellopja.
Tehát még ezt még rögzítenék, rögzítették oda. Meg jó, hogy nem akartam itt letépni. Vagyis le akartam tépni, csak nem bírtam. Most egyben megcsinálok minden videót, ami itt most gyorsan van. Közben egyet töltöttem fel, de ez miatt elkurvelódott. Na, ebben kész van. Tehát maga az egész set az itt található. Ez közelebbről, hát ha jobban látjátok. Aha, ilyen. Elől, hátul, belül. Vagy kíváncsi leszek, mennyire hát hasonlít a, amit én építek arra. Tehát azt mondja, itt igazából az az egésznek a lényege, hogy ezekre fel kell húzni ezeket a kerekeket, vagyis a felniket. Nem tudom, hogy hát igen, tehát itt vannak ilyen öntési form hibák, ahogy elnézem. Tehát itt azért még látszódik, hogy itt ez lukas, itt meg vannak benne hibák. Na, mindjárt megnézzük, hogy lehet, hogy az csak egy kis... hát nem ezzel, mert ezzel nem férek be. Nem tudom. Jó, hát ez nem is arra lesz, hogy tologassa az ember. Na, de mindegy, egyformák a kerekek. Igen, tehát akkor... négy gumit felhelyezzük. Hát majd ezt tesszük hátra, ezt a csúnyábbik felnit. Szóval nem is néztem, ott nem is láttam. Nem is figyeltem, hogy itt ezzel ilyen probléma lehet. De a netán sikerülne még a többit is valahogy beszerezni, akkor erre odafigyelünk. Jaj, nem akar felmenni a gumi. Na jó, felment a gumi. Azt hiszem. Ja, jó, felment. Jó, oké, és... tehát azt nem értem, hogy... ez a kipufogó része. Igen, tehát akkor ezt elvileg csak ide be kell tenni. Várjatok, elsőbben ezt... ez hogy kell? Ez csak itt. Ez miért kell kinyitni? Vagy ezt le kellene onnan törni? Nem. Ez inkább ilyen az ajtó kilincs, nem? Na, várjátok, ezt most megnézem. Ez így valahogy. Igen, tehát az maga az maga a belső kárpit. Jó, tehát ez ennyi. Így benne van, de várjatok, mielőtt betesszük, kiszedem. Nézzétek meg, ott a kormány, benne van egy kis váltó. Hát nem egy nagyon színezett, nagyon ezért valami. Így. Megpróbálok meg egy picit, hát ha jó, jobban nem lehet lenyomni. Jó. Oké, kerekek itt vannak. Első kerék. Ő azt mondta, hogy ez megy hátra.
gumik jó állnak, jó állnak, jó. Így, már nem így. Ha így focoznak, akkor ez így. Jó. Ez megy ide. Na várj, lehet, hogy nem mindegy, hogy melyik hova megy. Nem, már ez meg. Jó, így. Ja, de nem mindegy, hogy... Oké. Akkor elvileg ez megy ide. Így. És ez a két csavar, amit kiszedtünk, az fogja oda befogadni ezeket. Nem gyenge. Na, körbe simogatom el. Na, így. És itt van, srácok, itt van. Gyere le, te. Ja, az nem jól, az van egy matrica. Ja, igen, az a matrica. Nehogy lekaparjam már. Az ott egy matrica. Na, szóval elvileg, akkor ez kész is. Kipufogók minden ott hátul. Nézzétek meg. Úgy, és akkor ezt elvileg ide-vissza lehet tenni. Na, majd mindjárt. Ha megtalálnám a lukat. Nem biztos, hogy... Na várjatok, mert azt nézem, hogy ezt valahogy fel lehet oda szerintem fogadni ide, még nem tudom, hogy hogy, mert itt van kettő lók, megnézzük, melyik menetes. Ennek kéne menetesnek lenni, mert igen, de lehet, hogy kisebb csavar kéne hozzá. De az meg túl rövid. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Megnézzük, hogy ezzel. Mert azért jó lenne odafogatni, tehát nem... nem csak úgy... rajta hagyni, hogy leessen. Remélem, hogy ez ha eléri, akkor jó. Na, srácok, ez még talán lehet, hogy el is éri. Na, hát nem azt mondom, hogy profin fogja, mert nem profin. Na. De fogja. Na, szóval én mutatom nektek. Így látjátok? És ez így fog szépen ez itt áll, így. Ha lesz másik, akkor azt a tetejére lehet tenni. És így. Na. Itt a kis trail, mi ez, tárolóján, és így, és elvileg ezt föl lehet spócolni, és van belőle több. Még egy leírás, aki nem ismeri a számokat, ja nem. De ott a 1, 2, A, B, aki nem ismeri a számokat, az a betűből tudja összerakni. Kész. Milyen logikus, mi?
Jó. Persze. Magyarul nincs rajta semmi. Ja, de. Csak 3 évnél idősebb gyerekek számára alkalmas. Fulladás veszély, lenyelhető apró alkatrészek. Kérjük, őrizze meg az információkat. Tisztítása, elemes játékok. Esetén száraz ruhával, műanyag játékoknál langyos szappanos vízzel. Ennyi az információ róla. Rendicsek. Na, srácok, akkor ez is kész. Ez is megy fel a YouTube-ra, és meg tudjátok nézni. Sziasztok! Iratkozzatok fel!